Ha új esztendő, akkor új FIFA. Ez egy olyan alapvetés, amivel teljesen felesleges vitába szállni, hiszen az elmúlt 15 évben ez a tézis szinte beleégett a virtuális foci rajongóinak emlékezetébe. A FIFA sorozata sok éves kitartó munkának köszönhetően az EA legtöbb pénzt fialó címévé és a sportjátékok mezőnyének stabil szereplőjévé vált. Tette ezt annak ellenére, hogy komolyabb ellenfél hiány sokáig csak saját korlátaival kellett megküzdenie. A Konami által jegyzett Pro Evolution Soccer 2001-es megjelenésével azonban új szelek kezdtek el fújdogálni. A konkurencia erősödésével és a rajongók egyre kritikusabb megjegyzései nyomán elérkezettnek tűnt az idő, hogy feladva a korábbi kényelmesnek tűnő helyzetet, komolyabb változtatásokat eszközöljenek a FIFA széria házatáján. A 2-3 éve tartó megújulás és fejlődés mindenképpen nagyon jót tett a sorozatnak, amelynek aktuális évszámban megtámogatott darabját fogom most ízekre szedni. Minden évben hangzatos elnevezések mögé bújtatott, enyhén marketing szagú újításokat ígérnek a fejlesztők, amelyek azonban a legtöbb esetben csak ígéretek is maradnak. Egészen eddig. Akik komolyabb látványbeli forradalmat várnak az új résztől, azokat már most el kell, hogy keserítsem, a kötelező grafikai ráncfelvarráson, valamint a kezelőfelület átszabásán túl nem sok minden változott. Javult ugyan a játékosok kinézete, mozgása, a stadionok kidolgozása, de a komolyabb újításokat a háttérben kell keresgélni. A műfaji sajátosságokra és az alapvető játékmechanizmusra most nem térnék ki, hiszen aki játszott vala a sorozat egyetlen részével is, az biztosan tudja, hogy mire számíthat. Vegyük inkább sorra azokat a változtatásokat, amelyek a tavalyi részhez képest is jobbá varázsolhatják a játékélményt. A nagy triumvirátus első tagja az Impact Engine, amely elnevezés mögött egy teljes egészében átírt, átalakított fizikai motor húzódik meg, amelynek köszönhetően a képernyőre kerülő látvány valóban egy életszerű mérkőzés eseményeit szimulálja. A játékosok végre teljesen hihető módon ütköznek egymással, hangsúlyosabb szerepet kapott a test-testellen játék, sérülések, apróbb vagy súlyosabb szabálytalanságok és élethű jelenetek színesítik a játékot. Ráadásként az új rendszer figyelembe veszi a játékosok egyedi adottságait, erőléti viszonyait, és azok alapján számolja ki egy védővel vagy támadóval szemben elszenvedett ütközés következményeit. Második komolyabb újításként a játék fejlesztői az előző részben bemutatott és meglehetősen felemás visszhangot kiváltó védelemért felelős alrendszert írták át. A Tactical Defending néven futó, jócskán átalakított rendszernek köszönhetően sokkal hatékonyabb lett a védekezés, védünk nem mindig mindegy alapon támadja le a felé tartó csatát, hanem lényegesen kifinomultabb módon, például kiszorított helyzetbe hozza vagy elzárja a passzolás beadás lehetőségétől, szóval igyekszik elválasztani a labdától a támadókat. Ezzel a fejlesztőknek sikerült megoldaniuk a korábbi részek egyik idegesítő hibáját, miszerint csak egy sárga vagy piros lap árán lehetett megállítani a kapunkra törő ellenfelet, és végre nem kell attól rettegni, hogy egy szándékolatlanul félre sikerült becsúszást követően 10 emberrel kényszerülünk folytatni a mérkőzést. Az utolsó komolyabb változás a Precision Dribbling. Egyetlen gomb megnyomásával játékosunk átvált egy lassabb, precízebb labdakezelésre, aminek következtében félelmetesen hatékony és elegáns cselek átadások kivitelezésére lehetünk képesek. Ez a lehetőség a két másik újítással karöltve hihetetlen életű, a valósághoz mind jobban közelítő látványt és játékélményt képes a képernyőre varázsolni. A három jelentőség teljes újítás mellett a FIFA 12 mesterséges intelligenciájának fejlődése is markánsan tetten érhető. A magasabb játékosok előszeretettel futnak fel egy-egy szöglethez vagy beadáshoz. Az erősebb testalkatú csapattagjaink jobban oda teszik magukat az ütközéseknél, míg a fürgébb, gyorsabb embereink a cselezéseknél és a kipattanó labdák lefülelésénél jeleskedhetnek. Életszerűbbé és sokkal pontosabbá vált a passzrendszer, még annak ellenére is, hogy eleinte sok bosszúságot okozott nekem, hogy a passzok erősségét már az adott gomb hosszabb, rövidebb lenyomásával lehetett szabályozni, ennek megszokásához pedig kellett egy kis gyakorlás. Átalakult és javult a játékosok labda vezető képessége is. Embereink már nem ész nélkül rohannak előre, hanem keresik a társokat, figyelik a lehetőségeket a jobb átadásra, ívelésre, passzolásra. A korábbi részekből ismerős játékmódok továbbra is a rendelkezésünkre állnak.
karrier, virtuális játékos nevelgetése, illetve egyedi bajnokságok lebonyolítása mind-mind elérhető most is. A fejlesztők érthető módon a karrier lehetőségekre koncentráltak leginkább. A szezon elején eldönthetjük, edzőként, játékosként vagy játékos edzőként szeretnénk-e megmérettetni magunkat. A módozaton belül pedig számos apró, de jelentős finomítás is helyet kapott. Átalakították az átigazolási rendszert, a pályafejlesztést és a szurkolókkal folytatott kommunikáció is hangsúlyosabb lett. A korábban megemlített átszabott kezelőfelület sokkal inkább átláthatóbb és informatívabb lett, lényegesen könnyebb rajta eligazodni, mint korábban. A fejlesztők nagyon odafigyeltek arra is, hogy minden statisztikai adat azonnal rendelkezésünkre álljon, amit ráadásul egy rendkívül masszív online rendszerrel, név szerint a Football Clubbal meg is támogattak. Tapasztalati pontokat gyűjtögethetünk, képviselhetjük magunkat a világranglistákon, és összevethetjük eredményeinket a barátainkéval a különböző kategóriákban, mint például a kapott vagy lőtt gólok száma. Természetesen megkapjuk a hagyományos online lehetőségeket is. Meccsök a haverok ellen, bajnokságok rendezése és egyéb finomságok. Idén nagy örömömre azonban PC-n is debütál a Be a Goalkeeper lehetőség, amely tavaly a konzolos változatban már helyt kapott, és gyakorlatilag egy hálóőr feletti irányítás teljes lehetőségét kínálja. A játék audio részét nem érheti panasz, a korábbi évek jól ismert rendszere köszön vissza. A hivatalos soundtrackben 15 ország, 39 előadója hallható, számtalan stílust megszólaltatva. A fő kommentátori állásban ismét Martin Tyler kapott lehetőséget, aki az egykori Arsenal játékossal Alan Smith-szel párban kíséri figyelemmel az eseményeket. Külön érdekesség, hogy a tournament módban egy másik páros, Clive Telzi és Andy Townsend is hallható. A magyar lokalizáció ismételten Hajdú B. István és Faragó Richard hangján szól hozzánk. Kicsit ugyan már lehetne frissíteni a mondókájukon, na de azért ne legyünk mégsem már telhetetlenek. A rengeteg újdonság mellé néhány bosszantó, vagy inkább kevésbé tolerálható hiba is becsúszott. Az új fizikai motornak köszönhető élethű ütközéseket, lögdösődéseket és belemenéseket a bírók nem mindig képesek lekövetni, sokszor fújnak be ártatlannak tűnő helyzeteket, míg egy-egy durvább szituációt egy jótékony kézlegyintéssel engednek tovább. Számomra a korábbi részhez hasonlóan nagyon hiányzik egy komolyabb oktatómód is, ahol élesben lehetne gyakorolni a megújult lehetőségeket. Az is furcsa, hogy amint elvégeztünk egy adott feladatot, nincs többi alkalmunk ismételten elővenni azt. Apró, de számomra elég idegesítő hiba, hogy a pályán kívüli események még mindig nincsenek rendesen animálva. Nem hiszem, hogy egy normálisan kinéző közönség, a bogyó után időnként elrohanó labdaszedő, vagy a fotósok tisztességes kidolgozása olyan hatalmas szeletet hasítanak ki az erőforrásokból. Itt hívnám fel mindenki figyelmét, hogy annak ellenére, hogy a játék billentyűzetről is irányítható, mindenképpen ajánlott egy jó kontroller beszerzése, mert számtalan apró mozdulat, finomabb csel előcsalogatása csak gamepad segítségével sikerülhet. Szerencsére a FIFA 12 optimalizáltsága nagyon rendben van. Maximális felbontás és grafikai paraméterek mellett simán futott a tesztlaptopunkon és a gyengébbi konfigurációnkon is, igaz az előbbinél ritka esetekben visszajátszásoknál vagy gólörömöknél előfordult, hogy 30 FPS alá esett a képfrissítés értéke. Azt kell mondanom, hogy a korábbi évekkel ellentétben a rengeteg újítás végre nem csak üres ígéret maradt. A fejlesztők alaposan belehúztak és olyan játékot készítettek, amely mindenki megelégedésére szolgálhat. A FIFA 12 nem hozott ugyan forradalmi változást a sorozatban, de sokkal összetettebb, kifinomultabb, taktikusabb élmény nyújt az elődjeinél. Kicsiknek és nagyoknak, fanyalgóknak és rajongóknak egyaránt kipróbálásra érdemes darab. Várunk mindenkit egy kis online focira, sziasztok! Ha ilyenek a barátságos mérkőzések, akkor milyenek a tépmeccsek? Erre gondolsz, Pisti? Szinte izzott a levegő. Ennyit mára ebből a fajtából, viszontlátásra!